Kellemes hajókázásnak indult, végül országra szóló botrány lett belőle. Borkai Zsolt politikai karrierébe került, hogy titokban kompromittáló felvételek készültek róla szexuális szolgáltatást is nyújtó hölgyek társaságában. A hvg.hu a héten cikk sorozatot indította a 2019-es önkormányzati választást is befolyásoló botrány eddig ismeretlen részleteiről. Azt írták rendőrségi jegyzőkönyvek alapján, hogy a Fidesz vezetői már jóval a nyilvánosságra kerülésük előtt tudtak az intim felvételekről. A napokban rólam megjelent felvételek több éve készültek, amelyek részben manipuláltak, és részben igen valódiak. A HVG szerint Kubatov Gábor a Fidesz pártigazgatója már hónapokkal korábban beszélgetett az akkori győri polgármesterrel a felvételekről. A lap borkai rendőrségi vallomásából is idéz. Ez szerint Kósa Lajos telefonon hívott fel, és annak során jelezte, hogy hozzá is eljutott a felvételek híre, illetve ahogy azokról beszélt, nekem úgy tűnt, ő maga látta is a felvételeket. Megkérdeztük Kósa Lajost, hogy valóban tudtak-e a felvételekről már 2019 tavasz és ha igen, akkor miért borkait indították ősszel az önkormányzati választáson? A Fidesz alelnöke nem adott egyértelmű választ. A borkai kérdés az semmilyen módon nem aktuális, főleg nem egy híradóba, ahol friss anyagokat kellene közölni ez meg egy két és fél évvel ezelőtti történet, egyébként fogalmam sincs. Az további kérdésre sem derült ki, hogy Kósa Lajosnak miről nincs fogalma. A Fidesz alelnök egyőr jelenlegi polgármesterét dicsérte az interjú hátra lévő részében. Nem tudtak róla? Nagyon szépen köszönöm, tehát ezt tudom mondani. Én a Dézsi polgármester úrral együttműködök, mint a Megyei Jogvárosok Szövetségének a elnöke, a tiszteletben elnöke, remek közös programjaink vannak. Borkai Zsolt a botrány ellenére is megnyerte a választást, de politikailag tarthatatlanná vált a helyzete, és végül lemondott a polgármesteri posztról. Lézsi Csaba András később időközi választáson nyert, és Győr megmaradt Fideszes vezetésű városnak.